Az az igazság, hogy ezt a hordott faragtól legelőször a faipari kávelkártyúlásnél 67-ben, akkor nyári szünetben ott dolgoztam, mint tanuló, az akkori elnök befogott, hogy kaptam egy ilyen rajzmintát, és a díszhordó már kész volt, és lerajzoltam, és akkor csinálgattam, és ott dolgoztam 2 hónapot, és akkor tanultam meg ez a kis csapokat esztergályozni, meg ilyen szmit. Muszáj volt szót fogadni, mert a munkaidő alatt azt kell csinálni, amit a főnök parancsa. Székely Lázár egész családjában jelen volt a művészetekkel való kapcsolat. Lázár bácsi nagyapja József falván volt bognár, és szabad idejében fafaragással mulatta az időt. Nagybátyja kálvária képeket készített, míg az unoka testvére tányérfestő volt. 10 éves volt, amikor a nagybátyja a kezébe adta a szerszámokat, és azt mondta, tanulj és művészkedj. Volt itt egy Veres Géza tanárbátyja Erdély, és akkor nekiálltam ilyen kócsagokat faragni, meg hát amit tudtam magamtól. És utána annyira divatba jött, hogy jártam a nyugdíjas klubokkal kiállításra. Vittem a kócsagot, lovat, sok apró dolgokat faragtam, és a honvédségnél kezdtem el komolyabban faragni. Intarziáztam is, meg igazi díszdobozokat faragtam, ilyen áttört mintást. Van egy pár darab belőle. És utána abba hagytam, nekiálltam a díszhordók elejét faragni. De ezt annyira kellett csinálnom 8 órába, hogy már meguntam, meg fájtak a kezeim, de hát az kötelező munkaidő alatt volt. Tamásiba kaptam egy népművészet díjat, de olyat, hogy ilyen a népművészet megőrzéséért külön díjat. És na, akkor föllendültem, és nekiálltam, és kiállításokat csináltunk. Lázár bácsi már Magyarországon látta meg a napvilágot, de ősei mintavilágát így is őrzi. Úgy van a minta, hogy az interneten keresztül rakják fel az ottani székelyek, és nagyon sokat a kapu mintákból lopkodok, meg hát magyarul kölcsön kérem, és én inkább magamtól rajzolok, magamtól csinálok mintákat, járok sok-sok kiállításra. Vannak ilyenek, hogy Matyó minták, Somogyi minták, faragásban nagyon van. Akkor vannak a Székely minták, a Kalocsai mintát szoktam összekeverni, a kettőt, a Székely meg a Kalocsait. De az erdélyi mintákra nem nagyon merek ráállni, mert az nagyon pontos, precíz, szimmetrikus. Én meg az ilyen kalocsai, szabadon rajzolt mintákat szeretem jobban. Ez a Leonardo rajza alapján Gobelinről lett lemásolva, és erre vagyok a legbüszkébb. A négy domború faragással készült a testvére, és akkor az el lett ajándékozva egy tiszteletes atyának. Hát jó pénzt kaptam érte. Meg ezekre a szentképekre, amit a legelőször szentképet faragtam, mert ez ilyen házi áldás, ez a külseje, és akkor ha becsukjuk, akkor rajta van egy igazi székelyes minta. Ez egy nagy kapunak a eredeti mintája, csak ez kicsibe van. Nagyon sok szép dolog van, olyan, ami többszöri nekifogása. Én sem úgy csinálom, hogy most nekifogok és csinálok gyorsan 5 darab díszdobozt, hanem elálmélkedek rajta, lerajzolom a figurákat, a mintákat, és összerakok 5-öt, és mind az 5 más fajta lesz, nem ugyanaz. És akkor itt a gyerekekkel, hogy tanítom, hát egyszerűbb lenne, azt mondja az egyik, aranyos srác volt, annak már volt egy kiállítása is, itt a könyvtárban, de ő átért az indiai dolgokra, ilyen sötét-barna, nagyon szép dolgokat csinál, de hát nem magyaros. Mert hogy Lázár bácsi tudását sűrűn osztogatja. No nem kéztárgyakban, hanem tanításban. Szívesen foglalkozik a jövő fafaragó generációjának kinevelésével. Miközben beszélgetünk, köröttünk tüsténkedik Lázár bácsi felesége is, aki mint kiderült a munkában is hűtársa. Ez olyan munka, hogy összefogás kell, háttér kell,
és mikor valamit gyorsan akarok csinálni, akkor az egyik tárgyat megcsinálom, addig ő megcsiszolja, lelakkozza, és így is szoktuk felrakni az internetre, hogy együtt faragunk. Hát meg a kiállításra elmegyünk, például elmentünk Csátorjára, Székelyország, Isten segíts, ott senki nem segített felrakni. Elvittem a feleségemet, ő adomány adta föl a cuccokat, meg csináltuk. Úgyhogy, meg hát amúgy is, ha már együtt vagyunk 40 éve, akkor ő is vegye ki a munkából a részét. Hát az a helyzet, hogy én a hobbimhoz résztárgyakat is gyűjtök, mert az is szépek, Rózsa Sándor meg a betyárok, és akkor itt is van ilyen tálalókészlet, itt meg a Szent György nagyon megtetszett a vásárba, és meg fogom faragni majd, ha még élve maradok, és így néz ki a dolog. Csaba Királyfi, ez a legkedvesebb román témájú faragása, ami volt régen, és akkor ott viszont meg a nagyapám testvérének az emlékére faragtam egy képet, az a Józsefalva tűz, ami van a nagy tábla is lent, ez van kicsikével. És akkor ezek az én kedvenc képeim, szentképek, meg az áttört mintás dolgok. Amikor még kisgyerek voltam, hogy legeltettem a teheneket, és unatkoztam. És a száraz nyárfából kinézett egy tuskó, és úgy nézett ki, mint egy kutya ülve. És én azt levágattam a nagypapámmal, mert akkor még 10-11 éves voltam, és egy jó, erős konyhakéssel kialakítottam belőle egy kutyát, és azt nézegettem 10 évig vagy 15-ig, és akkor megfogadtam magamnak, hogy én is fogok faragni, mert a nagyapám emlékét nem akartam meggyalázni, meg semmi elfelejteni, inkább én is legyek székely faragó.